A közelmúltban megnyílt a dombovári helytörténeti gyűjtemény, amelynek megújult tárlataiba pillanthattunk be Müller Ádám múzeumvezető segítségével. 2020. augusztus 19-én nyíltak az új kiállítások a dombovári helytörténeti gyűjteményben. Ezeknek a nagy részük állandó kiállítás, egy időszaki kiállítás, amely Akházy Gyula életét mutatja be. Most én inkább itt az állandó kiállításokról szeretnék beszélni. Ezek közül is leginkább, ahol most vagyunk itt ebbe a kék terembe, vagy mi úgy hívjuk, hogy a Mester és Tanítványai terem, erről a kiállításról beszélnék. Ezzel a kis kiállító térrel, vagy ezzel az interiőrrel, ezzel a szobabelsővel egy kicsit vissza szeretnénk repülni, és nem csak mi, hanem reméljük, hogy a látogatók is így gondolják, a két világháború közti időszakban, hiszen ahogy jövünk az átjáróból, a másik teremben is nagyjából ebben az időszakban tartunk. Egyfajta polgári milliót szerettünk volna, vagy varázsolunk itt ide, mégpedig képzeletben a kiváló gimnáziumi tanár Marcell György szoba belsőjében vagyunk. Természetesen nem tudjuk pontosan, hogy milyen is volt ez a szoba belső, azt tudjuk, hogy a Vörösmarty utca 19 szám alatt lakott Ritz Olga feleségével és Noémi lányával. Egyébként aki ma arra megy, láthatja, ha az emeleti szinten ott volt a galériája, ott dolgozott. Nem csak pedagógus társai, hanem a diák nemzedékek is nagyon tisztelték és szerették Gyurka bácsit, hogyha lehet ezt így mondani, hiszen nagyon jó szeme volt arra, hogy észrevegye azokat a tehetségeket, akiket különösen a képzőművészet érdekelt, és őket fel is karolta. Ebben a kiállított térben rajta kívül, tehát az ő munkáin kívül 6 olyan tanítványáról kell beszélnünk, akik nagy része Munkácsy díjas festőművész szobrász lett, és az indulásukat mind-mind elsősorban Marcell tanárónak köszönhetik. Amit még itt a főcím feliratunk, azt gondolom, hogy nagyon beszédes és kihagyhatatlan volt, hiszen nem ez az első alkalom, hogy ők itt együtt állítanak ki. Sajnos ma már csak egy élő személy van köztük, Majoros János, de 1965-ben volt itt egy nagy kiállításuk, amelyhez a köszöntőt a kiváló Péceli tanár úr mondta, és az 1965-ös műcsarnok kiállításának a megnyitó beszédét tettük ide ki. Én azt gondolom, hogy ebbe tulajdonképpen minden benne van, hogy a világra rácsodálkozó fiatalokat hogyan tudta terelni ez a nagyszerű pedagógus, és nem csak ő, hanem az egész pedagógus társadalom, akik a gimnáziumban tanítottak. Itt egy 1929-es táblót láthatunk, ez az egész fal a Marcell tanár úr munkássága előtt tiszteleg. Ezt a festményt ő készítette 1929-ben, amikor az új helyén megnyílott a gimnázium, megörökítette az akkori tantestületet, és feltétlenül el kell mondanom azt is, hogy a pedagógiai munkásság mellett igen nagy szociális érzékenységgel is rendelkeztek ezek a pedagógusok, annak ellenére, hogy nem volt egy nehéz virág, tehát elég nagy szigor volt, viszont annak ellenére tudjuk ezt a maga korszakból, illetve az iskolai értesítőkből is, hogy elég sok szegény sorsú diák volt abban az időben, és a különböző alapítványokkal az ő működésüket, létezésüket tulajdonképpen támogatták, hiszen tandíjas volt a gimnázium, például a sokak által mai napig is emlegetett és tisztelt dr. Rísz Józsefnél mindig volt a kosztos gyerekek, tehát akiket elszállásolt. De igaz, ez a Neyzer Lajosra például a kereskedőre, nála is el tudtak szállásolni diákokat. Többen alapítványokat hoztak létre, ezzel támogatták a mindig tehetséges, adott esetben szegény sorsú diákokat. Tehát maga ez a festmény is tulajdonképpen egy korkép 1929-ből. Aztán láthatjuk itt a tanár úrnak az önarcképét, hiszen nem csak a festészetben, hanem a grafikában is nagyon jó volt. Mellette ott baloldalt a nagyon szeretett lányok Noémi, aki hegedűművész lett, sajnos később fiatalon elhunyt, és alatta pedig a Ritz Olgalénnek a portréját lehet látni. A napokban ellátogatott hozzánk Vati Eszter és fia, aminek nagyon örültünk, hiszen Vati Józseftől nekünk itt a gyűjteményben nem volt alkotásunk. És hát ugye úgy kerek ez a kiállítás, hogyha mindenki szerepel abból a bizonyos generációból, akiről már meséltem. És hát felkerestük, ők nagyon, nagyon pozitívan állt a kezdeményezésünkhoz, ugyanúgy, mint Radó Károly fia, Radó Gábor is, és ahogy mentünk hozzájuk, tehát a házában az édesapjának szinte lehet azt mondani, hogy egy külön szentélye volt, ott voltak a festményei,
ott volt az önarcképe, a részkarc, ez a festmény, és ezt a rendelkezésünkre bocsátotta, tehát letétbe elhelyezte itt, és úgy láttuk, hogy ahogy ma itt volt, hogy tetszett neki a kiállítás, reméljük, hogy sikerült megfelelni az ő elvárásaiknak is, úgyhogy még ez is itt lesz, tehát aki jön Vati József munkásságának egy-egy részletével és a kiegészített életrajzával, ami nagyon fontos, itt a személyes kontaktusban azzal is meg tud ismerkedni. Amit még el kell mondanom, hogy ugye mondtam, hogy mintha Marcell tanár úrnak a szobájában lennénk, azt is mondtam, hogy ezek nem az ő bútorai, a Kéri családnak köszönhetjük ezt az adományt, ők már jó pár éve adományoztak nekünk, és igazság szerint kerestük a helyét ezeknek a bútoroknak. Megint csak úgy gondoljuk, hogy ezzel a festményekkel és ezzel a bútorzattal sikerült egy megfelelő teret kialakítanunk. Aztán Újvári Lajos, akinek ugye az önkormányzat tanácskozó termében is egy kiállítása volt, tulajdonképpen róla nevezték el, ő sem csak festőművész, hanem tulajdonképpen néprajzi kutatásokkal is foglalkozott Erdély területén, az akkori írónemzedéknek több tabját megörökítette kiállításokon, és neki is igen nagy a kötődése Tolna megyéhez, tehát épp ezért tettünk is ki két olyan festményt, az egyik ugye a műterem sarok, a másik pedig a tolnai dombok, hiszen mindig kötődött Tolna megyéhez, különösen a csicsói tájakhoz. És ez az a bölcső tulajdonképpen, ami az összes itt kiállított festőművészre igaz, hogy innen indultak a Dunántúról, innen a Kapos mentéről, és ahogy tudjuk, erre szívesen később is visszaemlékeztek, nem véletlen került ez ide Vati József életrajzához is, hogy Domboliba töltötte időskori napjait, mert megvolt a kötődés Tolna megyéhez. Igaz az Majoros Jánosra, hiszen ő is a gyűjteményének a nagy részét a városunknak ajándékozta, ő is egyébként a városunk díszpolgára. A megújult állandó kiállításaink közé tartozik a galéria is. Tehát ez a galéria tulajdonképpen már létezett a 2001-es megnyitás óta. Annyit változtattunk most, hogy lehet látni, korábbi arcolati kézikönyv elfogadott színeket próbáltuk megjeleníteni az előző teremben is, illetve ez a szürke szín is tulajdonképpen ez alapján lett kiválasztva. Úgy gondoltuk, hogy egyrészt egy kis fényt is ad a teremnek, másrészt mégsem csak ez a megszokott fehér, tehát ezeket a harsogó színeket vittük tovább, ugyanúgy, mint a korábbi kiállításban. Annyi változás van, a helyieknek az itt kiállított festmények nagy része ismerős, annyi, hogy egy kicsit szűkítettük a kiállított alkotásoknak a körét. Inkább az volt a célunk, hogy ebbe a térbe inkább kevesebb alkotás kerüljön ki, de megújítottuk az életrajzokat. Tehát korábban itt nem voltak életrajzok, most azok az alkotók, akik vagy itt születtek Dombováron, elszármaztak, vagy később is itt éltek, de olyan jelentős személyek voltak, hogy mindenképpen a látogatókkal szerettük volna megismertetni az ő életüket, munkásságukat, ezek kerültek ki. A hátam mögött egyébként, ha kicsit odébb megyek, az Ivanics házaspárt láthatjuk, ők korábban is itt voltak, hiszen nekik köszönhetjük Ivanics Antalnak és családjának a villamosítást. Kapcsolok is itt egy kapcsolót, ez se új szerzemény, de hogyha a kamera tudja venni, hát így nézett ki a Jókai utca, amikor kigyúltak itt 1905-ben az első villanyfények. Egyébként ő is, mint ahogy beszéltem már a gimnáziumi tanárokról, természetesen több egyletnek, olvasókörnek volt a tagja, például az Iparosok Dalárdának volt az elnöke, egyébként kormánytanácsosi címmel is rendelkezett, és a dombovári működésének az első éveiben mezőgazdasági gépgyárat is létesített, mégpedig szabadalmaztatott mezőgazdasági eszközöket tervezett, készített. Bernát János festőművész sem ismeretlen a dombováriak körében, és hát nem csak itt, mert neki is volt itt korábban egy kiállítása, amely aztán vándorolt is, tehát Simontornyán és azt hiszem Pécsen is megjelentek a művei. Az ő édesapja asztalos mester volt, valószínűleg ez a fajta kézügyesség öröklődött nála is. Egészen 1940-ig itt élt a városban, akkor költöztek az Egyesült Államokba Márta Milligen szobrászművész feleségével, ami ez a nagy tabló az itt ismert volt, hiszen korábban a patikában volt kiállítva sokáig. De ami ez mellett mindenképpen egy újdonság, a konc hagyaték, amelyet Czirher György adományozott nekünk, annak a feldolgozása az még folyamatban van, és majd csak valószínűleg jövőre tudunk itt egy komolyabb kiállításról beszélni, de egy negatívot már kiállítottunk itt tulajdonképpen a kiállításba, az, amikor
az Attila lakomája című festménytől készíti, ez 1940-ben volt, amely később a Dicső vendéglőnek a falát díszítette, ezt is nagyon sokan ismerik a helyiek. Maga ez a festmény is érdekes, de az sokkal érdekesebb, hogy magát a művészt itt alkotás közben láthatjuk még a műteremben. Tehát ez az első ilyen kézzelfogható, akár mondhatjuk azt, hogy szenzáció, vagy egy olyan érték, ami helytörténeti szempontból felbecsülhetetlen. A gyűjteményben megcsodálhatók még olyan festmények, rajzok, amelyek a városképet meghatározó építményeket ábrázolnak, mint például a múzeumnak otthont adó volt főszolgabíróilag, vagy a híres Rotermel sarok. Ezek mind-mind dombovári kötődésű alkotók munkái.